Halálos áldozatokat is követelő lövöldözés volt egy bowlingpályának a kaliforniai Torrensben. A város egyik klubjához péntek éjjel riasztották a rendőröket, akik a helyszínen három halottat és négy sebesültet találtak. A hírt a helyi rendőrség jelentette a Twitteren, ottani idő szerint éjfél után pár perccel. Egyúttal azt írták, senki nem menjen a klub közelébe. A tettesről még nincs hír.